A pályázatnak az édesapja, azzal egyszer munkakapcsolatba kerültem, és én kezdő amatőr fotós volt, illetve egy kicsit több, mint amatőr fotós, vásárolta jó gépeket, lehetősége volt, hogy fotografáljon, és valahogy a természetfotózás az különösen tetszhetett neki, mert elhatározta, hogy csinál egy pályázatot. És munka során ebben a periódusban találkoztunk, és megkérdezte tőlem, hogy lennék-e zsűritag. És akkor elmondtam neki, hogy Péter, én nem vagyok természetfotós, én egy teljesen kívülálló, majdnem, hogy a műfajnak egy egész más területén dolgozom. És azt mondta, nem baj, próbáljuk meg. Lehet, hogy nekem nem tetszik, lehet, hogy Éva néninek nem tetszik. Mondtam, hát megpróbálni mindent lehet. Aztán egy kicsit érdeklődtem a nevesebb természetfotósoknál, és rájöttem, hogy tulajdonképpen ez majdnem olyan, mint a színház. Az erdő a színpad, vagy a víz, vagy a hegyek. És én vagyok a színházi fotós, aki ezt lefotografálom, illetve aki ezekről véleményt mond. Úgyhogy egy nagy igazságot most hagyd mondjak ki, tulajdonképpen minden fotográfia az életet adja vissza. Az a kérdés, hogy minek nevezzük, ez lehet természetfotós, ez lehet portréfotográfus, ez lehet színházi fotós, csak azt tudjuk megfotografálni, ami megtörténik, ami valós és igaz, és azt tudjuk továbbadni, illetve másoknak is elfogadhatóvá tenni, amit mi szeretünk, ami nekünk tetszik, mert ami nem tetszik, azt miért fotografáljam le? Tehát nekem ugyanúgy tetszik, és ma már, ha megyek sétálni a gyerekekkel, akkor én is úgy nézegetem a világot, mint a természetfotósok, és vettem olyan optikát, amire semmi szükségem nincs. De ha egyszer mégis akarnék erdőben mondjuk szarvas fotografálni, akkor ne legyen akadálya a gép. Természet tulajdonképpen egyenlő az életemmel, mert a természetben élek, élünk, és nagyon nagy befolyással van az egyéni boldogulásomhoz is, a családom életéhez is, és ennek összegzése szerint a természet nélkül nem élhetnénk. Meg kell mondani, hogy ez borzasztó szépen hangzik, amit én most elmondtam, de egy életen át a bakancslistámba két dolog nem teljesült. Az egyik, hogy kertes házba laktam volna, a másik az, hogy valamilyen konkrétabb kapcsolatom lett volna a természettel. Nagyon örülök annak, hogy az egyik unokám, mert van 4 unokám és 7 dédunokám, annyira természet imádó, hogy hát nem büszkélkedek vele, de mégis, hogy megcsinálta a kék túrát. Van 2 kutyájuk, 2 macskájuk, az egész egy ilyen nagy család, és ott van 2 gyerek még, tehát a 7 dédunokából 2. Imádják a természetet,
és a Danikám azt mondta, hogy ő pedig olyan természetbúvár lesz, amelyik nem csak a tengerbe fog lemerülni, hanem az égbe is fel fog merülni, és ő majd most lerajzolja nekem, hogy a felmerülés mit jelent. Úgyhogy, ha ki erről valamit bővebben akar tudni, akkor forduljon hozzám. A természetfotózásról gyakorlatilag semmit se tudtam. Úgyhogy mielőtt elkezdtem foglalkozni, illetve az igent kimondtam, egy-két olyan kollégámat megkérdeztem, akik természetfotósok, és úgy vannak nyilvántartva a fotográfiában, és kiderült a számomra, hogy ez csak egy ilyen bélyeg, vagy a bélyeg szónak rossz az értelme, ez csak egy ilyen jelzés, hogy ő természetfotós, így lettem én színházi fotós, de én nem színházi fotós vagyok, hanem fotográfus vagyok, és a természetfotós is mindent fotografál, ami eléje kerül, de igazán a természet érdekli, tehát az izgatja, engem a színház izgat, őt az erdő, a madarak, a növények, a halak, nem akarom sorolni az összes lehetőséget. Mindenki életében van egy izgalmas pont, amit, ha nem is fotográfus, szeretne megismerni, szeretne jobban elmélyülni, még akkor is, ha nem a foglalkozása. Tehát kell lenni valaminek, ami egy életen át izgatja. És én így tekintem a természetfotóst, hogy a kapcsolat az életnek egy bizonyos területével, tehát a természettel. És ezen belül mondhatok sokat, hogy szereti az erdőt fotografálni, szereti a szarvasokat. Hát nem tudom, hogy tudod-e, hogy ha egy természetfotós pályázat jön, akkor mindig le kell választani az szarvasokat, őzeket, nyulakat és a rókákat. Mert ha azt leválasztottad, akkor a felét legalább már elintézted idézőjelbe. Én a szarvasokat a királyibb állatnak tartom, nem az oroszlánt, nem tudom melyiket. A szarvas az, ami megtesíti az erőt, a hatalmat, a kedvességet. Úgyhogy az én kedves állatom, ha ilyen kérdésre kerülne sor, az a szarvas. Két teljeim az rengeteg volt, hogy meg tudok-e felelni a feladatnak. Reményeim azok nagyon egyszerűek voltak, mert nem kötődtek a tematikához. A remény az, hogy többet tudjak a fotográfiáról, többet tudjak a világról, az emberekről, és azt hiszem, hogy erre a legalkalmasabb a természetfotográfia, ilyen fotografálás. Mert tulajdonképpen minden természetben található állat, növény azonosítható az emberrel. Vannak haragos növények, vannak kedves állatok, vannak mókás állatok, itt az ürge, vannak játékosak, a gyerekrókák, hát ennél helyesebbek a világon nincsenek. Vannak ravaszak, vannak komolyak, a növények között is imádom a sárga virágokat. És most, hogy közelebb voltam a természethez, rájöttem, hogy majdnem minden növényben benne van a sárga szín, úgyhogy rájöttem, hogy miért szeretem én tulajdonképpen a természetfotót ilyen leszűkítve növényfotóra, mert a sárga szint valahol mindenütt megtalálom. Ez sose volt munka. Ez mindig szórakozás volt a számomra. Hogy hány fotót nézek meg egy hónapban, nem tudnék neked választani. Van, amikor nagyon sokat, és terhes, tehát kimondottan fárasztó. Ez azt jelenti a számomra, vagy azt jelzi a számomra,
hogy nem olyan jó az anyag, mert ha jó az anyag, akkor azt öröm végignézni. Vannak a pályázatokban is hullámvölgyek, vannak a zsűriző kollégákban is, vagy én magamban is hullámvölgyek. Mindig nehezebb, amikor nincs igazán téma, és előveszik a kollégák a régebbi anyagaikat, mert abban már nincs benne az a izgalom, újdonság, amivel egy új fotóval foglalkoznának. Más a képnek az izgalma, akkor is, ha nem tudom, hogy régi, mert látom rajta, érzem rajta, üzen nekem, hogy vigyázz, ez nem egy friss fotó, ez nem egy új látásmód. Amit nagyon szeretek, hogy izgalommal kinyitni a megérkezett anyagot, és végignézni olyan első blikre, és ami abban nekem megmarad, vagy azt mondom, jaj, ez egy nagyon jó kép, hogy az, hogy ez hogy került ide, az a végén a zsűrizésnél ugyanezt a hatást fogja elérni. Tehát minden képnek van vonzereje és taszító ereje, és azt nem kell sokáig nézni, vagy sokáig kapcsolatban lenni vele, mert vagy üt, vagy taszít, de azt rögtön megteszi. És ez valahogy a természetfotónál sokkal erőteljesebb, mint más címkével ellátott fotónál. És még egy van, hogy sokkal jobban tudom zsűrizni, vagy sokkal jobban érzem a képet akkor, ha ismert tájról van szó, ha ismert vidékről van szó, és mégis azt is mondom, hogy ismert állatokról. Az én kritikám, hogy nem szeretem a külföldi állatképeket, mert azt zsűrizzék a saját ország fotósai. Mi sose tudunk beilleszkedni abba a légkörbe vagy világba, amiben ők élnek, és fordítva. A másik pedig az, hogy azért nem szeretem a külföldi képeket, mert nem ismerjük az nem a természetet, hanem az életet. És a természetfotó az életnek egy leképezése, és nem tudom, hogy jól csinálja, vagy nem jól csinálja, mert nem tudom, hogy a tengerpartról, vagy a hegytetőről hova megy haza, és ehhez tudni kellene. De élvezettel nézem, és élvezettel zsűriztem őket, csak jobban szeretem, amikor oda van írva, hogy melyik természetvédelmi terület, és tudom azt, hogy kiment ott, és kisétált ott, és tudom azt, hogy kikészült egy évig arra, hogy egy bizonyos felvételt elkészítsen, mert visszaköszönnek az előkészületek, a próbálkozások, és aztán a végén megszületik a kép, amivel én boldogan adom meg a 8-as, 9-es, vagy akár 10-es pontot. Nagyon fénybarát vagyok, tehát hogyha a kép már fénnyel valamit tesz, hogy rajzol, elmondja a mondani valónak egy részét, vagy szépé teszi a képet, akkor én nekem már a 3-4 pont megvan. Tehát a fény nekem nagyon sokat mond. Rengeteget mond a kompozíció, mert én magam tudom, hogy bizonyos körülmények között milyen nehéz arra figyelni, hogy minden rendben legyen, hogy komponálva jól legyen, világítva jól legyen, át tudjam vinni a mondani valót, illetve a kép, ami előttem van, az megértem azt, hogy mit akar mondani, és hát ha ez mind összeáll, és még egy pici sót ráteszünk, tehát még valami plusz van rajta, akkor én nagyon boldog vagyok. Hogy fogadott engem a természetfotós társadalom, mint kívülállót? Mert akárhogy is mondjam, a természetfotósok a fotográfiai közösségben egy nagyon erős csoport, és egy nagyon erős
nem csak gondolkozásban, hanem tudásban egy nagyon erős csoport, és azt hiszem, hogy már azzal meg kell harcolniuk, hogy megkaphassák azt a nevet, megtisztelő nevet, hogy természetfotós. És ha valaki már oda bekerül, akkor annak már nagyon sok mindent le kellett tenni az asztalra. Na most jön valaki, aki talán a saját területében produkált már, de egy olyan idegen talajra lép, amit sose próbált. Tehát ha végignézed a munkásságomat, akkor sporttól kezdve mindent találsz. Természetfotót nem. Ez valahol azon kívül, hogy szeretem a természetet, gyönyörködöm benne, élvezem, kihasználom saját igényeimre. Én nem fotografáltam soha természetet. És én mai napig meg nem tudom azt, hogy befogadott-e engem a természetfotós társadalom, hogy az én X pontszámom ugyanolyan értékű, mint mondjuk a Potyó Imrének a pontszáma, vagy azt mondják, hogy na, a Keleti Éva megpróbált valamit, de hát fogalma nincs, hogy miről van szó. Én a zsűri munkám során mindig azt néztem, hogy fotográfiailag milyen ez a kép. Tehát nem azt néztem, hogy mint természetfotó milyen, hanem mint fotó milyen. Természetfotózás az része a fotográfiának. Ha arról beszélünk, hogy művészete a természetfotó, akkor arról beszéljünk, hogy művészete a fotográfia. Iszonyú nagy harcot vívtunk mi. Én akkor még nagyon kezdő fiatal voltam, de az akkori nagy öregek, hogy a képzőművészet befogadja a fotográfiát, mert mindig úgy tekintettek, mint egy olyan alvállalkozása a művészeteknek, és azt a szót, hogy fotoművészet, ezt én nagyon ritkán hallottam. És tulajdonképpen nem érdekes, hogy ki mit mond, hogy művészete vagy sem. Tudsz-e örömet okozni vele? Tudsz-e szépséget generálni a képpel? Tudsz-e embereknek olyan belső megnyugvást adni a műveddel, amire azt lehet mondani, hogy művészet? Nem fontos, hogy fotoművészet legyen. Szép legyen, jó legyen, töltse be a feladatát, legyen építő, legyen az emberek számára érthető, legyen mondani valója. És nincs különbség, hogy nem van, hogy Michelangelo csinálta, vagy a XY, de nem az határozza meg a természetfotót, hogy művész csinálta vagy sem. Mert ugyanúgy csinálhat rosszat, és nem művészít, és akármilyen megszánni valót, mintha ő nem Kis István, bocsánat, egy létező Kis István fotoművésztől fotoművész. Nem érdekes, hogy fotoművésze vagy sem. Az az érdekes, hogy mit tesz le az asztalra. Az az érdekes, ha itt ül 10 ember vagy 15 ember, hogy mit mond, hogy milyen érzéseket vált ki. Történt-e valami az életében, történt-e valami a gondolkozásában, amit ez a kép váltott ki. Én csak egy saját példát tudok mondani. Nem olyan régen halt meg a Lang Györgyi. Én sokszor fotografáltam, és pár évvel ezelőtt csináltam egy képet róla, a Falusi Mariannal együtt, akivel nagyon jó barátok voltak. A Györgyi lakásán volt egy úszómedence, azért, mert ezt minden nap vizitornázni kellett, és onnan mindig a Györgyi emelte át a tolószékjébe. És azt szerettem volna képpel kifejezni, hogy mi az, hogy hiány.
Tehát, hogy elment valaki, és hagyott maga után egy űrt. És mi az a másikban a hiányérzése? És felmentem a Györgyinek a lakására, a Falusi Mariannal, és megláttam a tolószékét, ami ott üresen állt. És mondtam, hogy Marian, fogd meg a széket, és a Marian megfogta a tolószéknek a hátát, abban a pillanatban elindultak a könnyei, én exponáltam, és azt hiszem, hogy ez a kép azt mutatja, hogy nincs már a Györgyi, és van, akinek nagyon hiányzik. Na most, ha én ezt elérem a természetfotóval, ha el tudom érni bármilyen felcímkézett fotográfiával, akkor arra merem mondani azt, hogy művészet. Arra merem azt mondani, hogy ezért érdemes volt élni. Mert van az ember életében, és mindegy, hogy természetfotós, vagy színházi fotós, vagy bármi, olyan pillanatok, vagy olyan megörökített képek, amire azt mondod, hogy hát ezért érdemes volt. És én annak örülök, hogy ebben a pályázatban nagyon gyakran érzem azt, hogy nagyon jó volt ez a tizennéhány év, mert nagyon sok olyan képpel találkoztam, amiért érdemes volt élni. Nagyon olyan sok egyéniséggel és emberrel találkoztam, aki az én szemem előtt nőtt fel a kis természetfotósból. Nem akarok jelzőket mondani, hogy miből, mert akkor tudjátok a neveket, és én nem akarok neveket mondani, hanem olyanokká, akiket én is boldogan követnék, akinek megtisztelő, hogy zűrizhetem a képeit, és remélem, hogy az új generációban is ott vannak a jövendő Daróczi Csabák és a többiek. Először is az, hogy nagyon szeretem őket, mert az, aki a természetet szereti, és abban fotografál, az csak át kell ölelni, és szeretni kell őket. Hogy mit üzenek? Hogy próbálják átélni azokat az örömöket, amiket a természet tud nyújtani. Keressék meg azokat az örömöket, amit a természet az ő gondolkozásában, fejlődésében segíteni tud, és tiszteljék a nagyokat, tiszteljék egymást, és segítsék mindig az új generációt. Nagyon furcsát fogok most mondani, hogy jó lenne, ha néhány év még lenne benne, mert én úgy vártam mindig az első környéki időket, hogy mikor jön az e-mail, hogy lehet zsűrizni. Tehát az élet nem ilyen 90 felett az ember, ne akarjon már mindent csinálni. Nekem ez azt jelenti, hogy nincsenek határok, hogy ugyanúgy elismeri a szakma, illetve az emberek a fotográfia minden területét, és magát a fotográfiát, úgyhogy nincs természetfotó, és nincs színházi fotó, és nincs portréfotó, hanem fotográfia van. És azt hiszem, ez ne vegyetek nagy képűségnek, hogy nekem a pillanatban ez többet jelent, mint a Kossuth díj, mert egy egész más közeg adta nekem ezt a díjat, ami egyrészt szakmai, és azért sok-sok kételyemre választ ad, mert úgy érzem, hogy befogadott a természetfotós társadalom, és még egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond nekem, hogy érdemes újat tanulni, még idősebb fejjel is,
mert az újdonság, az újdonság az mindig ad valamit, nem csak annak, aki csinálja, hanem annak is, aki nézi, aki befogadja. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a természetfotó közösségnek, és a fotográfusoknak, és mindenkinek ezt a csodálatos szobrot, az alkotónak külön, és remélem, hogy lesz nem sokára egy következő, nem azért, hogy abba adja a zsűrizést, hanem azért, hogy megérdemelje ezt a szép-szép madarat.